Talán dr. Kerényi Ferenc volt az elmúlt évtizedek legjelentősebb, legalaposabb Petőfi életmű kutatója. Kiskörösre szinte hazajárt. Meghatotta az a kultusz, szeretet, mely övezi annak a kisháznak a nagyszülöttjét. Március 5-én, mint a 2008-ban bekövetkezett halála óta minden évben, a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeumban róla emlékeztek meg barátok és munkatársak. 2008-ban hagyott itt bennünket Kerényi Ferenc, és nagyon sokan úgy éreztük, mintha valami részünk veszett volna ki belőlünk, vagy szakadt volna ki belőlünk. Akik közel voltunk hozzá, meg dolgoztunk vele, ha találkoztunk, mindig felemlegettük. És ahogy közeledett a születésnapja, nagyon érett a gondolat, hogy valahol ezt azért csak meg kellene ünnepelni, ha nélküle is, de róla. És így keletkezett az ötlet, hogy akkor, ahova sokat járt, Kiskörösön gyűjjünk össze, és emlékezzünk együtt Kerényi Ferencre. Az elmúlt évekhez hasonlóan ott volt az eseményen dr. Sirató Ildikó irodalomtörténész, aki egy ideig dr. Kerényi Ferenc felesége volt. Az emlékét ápolják a kollégák, a tanítványok. És mindig nagy öröm, amikor készülünk a születésnapra, vagy valamilyen könyv bemutatóra, mint ahogy például a tavalyi télen is, hogy nem is kell kapacitálni senkit arra, hogy részt vegyen benne, illetve hogy dolgozzon érte. Azok a témák és azok a feladatok, amikkel Feri birkózott és megbirkózott, azok továbbra is feladatot jelentenek. A költőről a legalaposabb monográfiát ő írta, amely könnyen olvasható és annyira részletes, hogy mindössze 3 nap maradt ki Petőfi életéből. Dr. Kerényi Ferenc sokoldalú ember volt. Nekem mindjárt az elején példaképem lett a tudományos igényesség, alaposság elképesztő minőségű tudósa. Egy olyan kandidátusi disszertáció védésén láttam először és hallottam beszélni, ahol az egyik kollégám, történész kollégám védett, és nem is értettem, hogy kerül oda Kerényi Ferenc, aki tudtommal irodalomtörténész, itt pedig egy történész szakmai, és kicsit akkor jobban utána néztem, és kiderült, hogy bizony ő történész is, irodalomtörténész is, színháztörténész is, és felsorolni se lehet, hogy hányféle szakma magas szintű művelője. A kerekasztal beszélgetés után a résztvevők megkoszorúzták dr. Kerényi Ferenc emléktábláját a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeumban.